Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Múzsát látják, a Kalocsai Televízió kulturális magazinját. Garambölgyi Éva festőművész vezetésével zajlott idén a Schöffer Gyűjtemény képzőművészeti tábora. Az ötnapos rendezvény alatt a résztvevők a modernizmus irányzataival ismerkedtek meg. Nagy munka folyt egy héten keresztül a Schöffer Gyűjtemény egyik termében, itt zajlott ugyanis a képzőművészeti tábor. A lelkes résztvevők Garambölgyi Éva festőművész irányítása mellett dolgoztak. Művészeti tábor kifejezetten a modernizmusról szól. Első nap az impressionizmussal foglalkoztunk, ma fóvoskodunk, holnap orfizmus lesz, holnap után kubizmus, és akkor péntekig tart a tábor, és pénteken pedig hát Nikolaj Schöfferrel fogunk megismerkedni. A táborozók az ország különböző pontjairól érkeztek Kalocsára. Többségük csak most ismerkedett az ecsettel és a vászonnal. 10-12 táborozó van, az ország minden részéről jöttek. Teljesen ismeretlen a legtöbb ember egymásnak, de szerintem elég jól megismerkedünk, meg jó a hangulat, úgyhogy kifejezetten arról szól, hogy mindenki kibontakoztassa magát. Minden napot egy kis elmélettel indítunk, mert feltételezem, hogy nem mindenki tudja, hogy mi a modernizmusnak milyen válfajai vannak, és hogy ez miről szól, tehát indítunk egy kis elmélettel, hozzá kapnak megfelelő képi anyagot, hogy legyen valami elképzelésük, színelmélet van, és akkor ezek után pedig jöhet az egyéni munka. Felmértétek egymást, mielőtt elkezdődött a közös munka? Hogy ki milyen szinten van? Hát az a jó a modernizmusban, legalábbis amit én nagyon jónak találok egy amatőr szempontjából, hogy nem feltétlen szükséges rajzi alap. Tehát az, hogy most az illető tud-e kifejezetten profi módon rajzolni, vagy nem, nem annyira lényeges. Igazából itt a szellemiséget szeretném bemutatni, úgyhogy erről szól. Pestről érkeztem, és azt várom ettől a tábortól, hogy teljes mértékben kibontakoztassam a művészi vénát, ami bennem nagyon mélyen elrejlett. De egyébként viccet félretélve, én egyszerűen csak jól akarom érezni magam, és eddig a mai napig ez teljes mértékben sikerült is, és alig várom a következő napokat. Korábban is voltál már hasonló táborban? Nem, de részt vettem a gimnazista rajzórákon, és azokat ennyire nem élveztem. De ez most nagyon jó. Igaz, hogy még az elején vagyunk, de eddig tanultál-e valami lényegeset? Megtanultam, hogy a modernizmusban nem feltétlen kötöttek a témák, és ez számomra nagyon pozitív, mert nem vagyok egy nagy, hát hogy is fejezzem ki magam, festőművész. Itt mégis csillogtathatom a tehetségemet. Közel áll hozzád ez a kultúra, modernizmus, a többi, ez a témakör? Hát mindenképp közelebb, mint a barokk. Mit fogsz most festeni, mit alkotsz a mai nap folyamán? Hát ezt magam se tudom megmondani, de az biztos, hogy óriási lelkesedéssel fogom alkotni azt a valamit, festményt. A program részeként a hobbi festők a műterem falain kívül terepen is dolgoztak, ott készültek ezek az alkotások is. Tegnap az impressionizmus volt a témánk, és ezért kimentünk terepre. Ugye ez az impressionizmus jellegzetesség, hogy az alkotó kimegy a természetbe, ezt úgy hívják, hogy plener. És mi is felkerestük itt a kalocsai érsekkertet, és ott festettünk. De milyen pillanatot örökítettél meg, vagy mit lehet látni a képeden? Én a felhőket választottam modellül, úgyhogy felhőket lehet látni a képemen. Mesélj nekem egy kicsit a művészetedről, hogyha ezt lehet így fogalmazni. A hétköznapokban is előveszed-e az állványt, az ecsetet otthon, dolgozol-e, vagy csak ilyen alkotótáborokban? Nekem ez abszolút ilyen újszerű élmény. Én az Évit ismerem régről, és így kerültem ide. Egyébként nem foglalkozom sajnos festészettel, de itt nagyon, nagyon jó volt így kiélni az embernek magát, kicsit foglalkozni magával, meg a művészettel. Sok mindent így kihoz az emberből. Számodra mit jelent a festészet? Szabadságot. Szabadságot. Tervezed, hogy a közeljövőben is majd részt veszel hasonló táborokban, képzeld magad, hobbi szintről esetleg följebb lépsz? Igen, tegnap, amikor életemben először használtam ilyen festőállványt, akkor megfordult a fejembe, hogy beszerzek egyet otthonra, és folytatom a festészetet. Az egyhetes programot kiállítás zárta. A népszerű Hungarian Tram Camp is részese volt a Nemzetközi Fúvos Napoknak. A kiváló muzsikát játszó művészek Kalocsán is bemutatkoztak. Muzsika szótól volt hangos augusztus utolsó hetében a Kamaraterem,
Itt próbáltak ugyanis azok a népszerű zenészek, akik a Hungarian Trumpen Camp, vagyis a Magyarországi Harsona Fesztivál tagjai. Mind a ketten Zoltánnal, Kis Zoltánnal a Hungarian Trumpen Camp másik szervezőjével Magyarországon születünk és magyarok vagyunk. Mind a ketten külföldön dolgozunk, én Stuttgartban dolgozok az Állami Operaházban, Zoltán meg a Nozil Brassban, Ausztriában, és évek óta van egy ötletünk, hogy csináljunk egy harsona fesztivált Magyarországon, amit elneveztünk Hungarian Trumpen Campnek, ez egy angol elnevezés, igazából magyar harsona tábort jelent, és ennek a tábornak a koncepciója, hogy 70%-ban magyar tanárok vannak, 30%-ban külföldi professzorokat hívunk, de hát ebben az évben a Covid vírus fertőzés miatt most egy nagyon pici létszámú tábort csinálunk, csak néhány növendékkel, és inkább a koncertekre, hangversenyekre koncentrálunk. Ma érkeztetek Kalocsára, hányan vagytok, mit lehet rólatok tudni magáról a csapatról, és mit csináltok most a kamarateremben? A kamarateremben éppen próbálunk, ugyanis lesz hangversenyünk szombat este 6 órakor a Kalocsai Színházban. Itt nagyon népszerű műveket fogunk előadni, lesznek klasszikus művek, és egészen el fogunk kalandozni a jazz világába. És 30-án délután 4 órakor az Érsek kertben, a szabadtéri színpadon is erre fogunk adni néhány számot. Én Magyarországon nevelkedtem az itteni iskolai rendszerben, itt is diplomáztam le a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, és most már több mint 10 éve külföldön dolgoztam a Közel-Keleten, Katarban, Hollandiában, Angliában, és már évek óta Németországban vagyok. Eléggé nemzetközinek érzem magam, mert sokat mozgok így a nemzetközi zenészvilágba. Azért is csináljuk ezt a fesztivált, és azért jöttünk Kalocsára, mert olyan vendégszeretetet kaptunk az első pillanattól fogva a fesztivál, ez most már a negyedik megrendezése. Az első 3 alkalom az Budapesten volt, de most próbáltunk kicsit keresni egy olyan helyet, egy olyan várost, ami nagyon befogadó, és úgy tűnik, hogy Kalocsa egy remek hely, és nagyon barátságosak az emberek. Volt korábban is Kalocsával kapcsolatotok? Igen, én részt vettem már a Kék Madár Fesztiválon egy pár alkalommal, szóval nekem már volt benyomásom a városról. Kicsit mesélj magadról, mit csinálsz külföldön, mit dolgozol, illetve milyen kapcsolatod van az itteniekkel, Magyarországgal? Én Bécsben dolgozom, én csak mondhatnám, hogy Bécsben élek, de járom a világot a Nozil Brass nevű együttessel, és szórakoztatjuk a népet. Az egész földtekén 27 vagy 28, 29 talán országban turnézunk, és nekem nagy szerencsén, hogy ebből élek, hogy az embereket szórakoztassam egy ilyen 7 tagú kamara együttessel, még egyszer mondom, Nozil Brass, aki rákattint, megkeresi az interneten, annak biztosan legalább egy kicsit nevetni fog, ha meghallja az együttest. A stílusunk az kevert, mondhatni az a crossover stílus, ami azt jelenti, hogy klasszikus zenét, jazzt, és mindenféle, a bassanovától, a big band zenétől, a swingtől kezdve a Bach és más komoly zenén keresztül ötvözzük a saját vicceinkkel a zenét, és ez nagyon érdekes, tarka-barka zene jön ki belőle, saját ötletekkel, saját szerzeményekkel. Tehát ilyenkor ez egy színes színfolt a zenei palettán. Hogy fogadja a közönség? A közönség Japántól kezdve Dél-Amerikában mindenhol nagyon szeretik. Ez egy, ugye, mert a zene az egy közös nevező, mindenhol a bolygón megértik a zenét, és ezen keresztül nagyon sok mindent el lehet mesélni. Ez volt a célja is annak, hogy bekapcsolódhatok a nemzetközi fúvós napokba? A fúvós napok az mindig, ha vagy van egy fúvós napok, az nekünk nagy ünnep, és ezért keresünk lehetőséget, hogy hol lehet megmutatni a tudományunkat, és most szerencsére felkérést kaptunk Kalocsán, hogy szálljunk be a fúvós napokba, a nemzetközi fúvós napokba. Kovács Zalán a Vér Mátyásnak a nagyon jó barátja, és rajta keresztül a Mátyás meg engem fölkeresett, és így hirtelen a trió összekerült, és nagyon örültünk a meghívásnak, és alig várjuk a koncerteket. Mit akartok közvetíteni a szombat, illetve a vasárnapi koncerten? Mit akartok átadni a közönség számára a hangszeren keresztül? Hát, ugye, mint a zene, az mindig a szeretet,
és a boldogságot szeretnénk átsugározni, főleg ebben a nehéz időszakban, amin élünk éppen. A hangszer az csak egy hangszer, de igazából mi adjuk a zenét, és a boldogságot, és az energiát, és mindenféle, igen, megint tarka-barka zenéket fogunk játszani, és én a szívem, lelkem fogom biztosan kirakni, mint minden alkalommal. A Hungarian Traumkamp augusztus 27-én sikeres, önálló koncertet adott a Kamarateremben. Kalocsán tartották még a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál záró koncertjét. A vasárnapi rendezvényen a kalocsai fúvószenekar is fellépett. Az érsekert adott helyet a nagyszabású rendezvénynek. A Nemzetközi Fúvós Napok Zenei Fesztivál program szervezése Kovács Zalán László tubaművész nevéhez köthető. Az érintett 6 településen, Pakson kívül egyebek mellett Madocsán és városunkban is többféle kulturális program várta az érdeklődőket. A célunk az az volt, hogy a Paks városában, majd pedig a térségben egy olyan fesztivált hozzunk létre, amely egyrészt Hungarikum, egy egyedi fesztivál, és az a fúvószenében sikerült megteremtenünk, hiszen nem csak Magyarországon, de még a nagyobb térségben sem tudunk olyan fesztiválról, ahol a szólisták, a kamarazenészek és a zenekarok egyaránt szerepet kapnak, akár a klasszikus, illetve számos más, a jazz, egyházzene, popzene, bármely más terület. Ez egy nagy összefogó fesztivál, és természetesen figyelünk arra, hogy minden tekintetben a legnagyobb és a legszínvonalasabb programok juthassanak az egyes településekre. A paksi növekedés után az idei év volt az, amikor már ezt térségi fesztivállá szerettük volna létrehozni, azzal a céllal, hogy az a híd, amely meg fog épülni Kalocsa és Paks között, és számos településnek ad infrastruktúrális fejlődést, ezzel együtt egy
kulturális fejlődés, egy kulturális híd is épüljön ezek között a települések között, hiszen egy fesztiválnak az egy alapfeltétel, hogy össze kell fogni, a művészek, a társadalom és a támogatók együtt tudnak létrehozni egy olyan programot, amely fajsúlyos, amely érdemleges arra, hogy erre egy hetes programsorozatot felfűzzünk. És ugyanígy gondoljuk a különböző településeknek az együttműködését is, hogyha a települések figyelnek egymásra, egymás programjait látogatják, mert ugye a programjaink változatosak és mindenhova más jellegű programot viszünk, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon jó összekapcsolódás lehet. Miért pont a fúvosok kerültek középpontba? Hát nem egy eltitkolt tény, hogy én is fúvós tubaművész vagyok, tehát ez már egy inspirációt adott ehhez. Mindezek mellett Pakson a fúvós fesztivált megelőzően edukációs tábor, tehát tubatábor volt már megrendezve, és ezeknek a koncertjei nőtték ki aztán fesztivállá magukat, így az alapokhoz, a kezdetekhez hűek maradtunk, tehát a tubásokat és a fúvós zenét is megőriztük, de most már az edukáció is továbbfejlődött. Pakson voltak a tubások ezen a héten, Madocsán voltak a népzenészek, népi fúvósok, és itt Kalocsán voltak a harsonások. Úgyhogy az edukáció is fejlődött, és emellett pedig kiállításokkal is bővült a nagyon színes programsorozat, amelynek részét képezték az esti nagyobb koncertek is, de voltak gyerekkoncertek is, volt, ahol a sárkányjelmezek, meg a királylányjelmezekbe öltözött művészek, zenészek adták elő a műsorukat. Van, ahol különböző kísérő programok vannak, tehát tényleg a fesztivál hangulatot lehet megérezni, amiközben itt beszélgettünk, eközben Madocsán például lézerfegyverekkel lehet lőni, rendőrségi terautókat lehet látni, rendőrlovakat, tehát nagyon érdekes programok vannak, úgyhogy érdemes mindenkinek akár családdal, akár csak kirándulni vágyóknak, vagy kulturálisan feltöltődést választóknak is elmenni a településekre a fesztivál alatt. Érdemes volt ezen a héten is, érdemes lesz majd jövőre is, hogy mindenütt megtalálják a programokat. A záró rendezvény helyszíne Kalocsa volt. Paks és Kalocsa a hat településnek a két végpontja területileg, hiszen a három nagyobb város Paks, Tolna és Kalocsa, a három község pedig Dunaszentgyörgy, Gerjen és Madocsa. És így összefoglaljuk a fesztivált, tehát Pakson kezdődött el, ott egy nagyon szép hajón indult el a készenléti rendőrség zenekarával, illetve Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester vezényletével a fesztivál, és itt most a fesztiválnak azon koncertje lesz az Érsekkertben Kalocsán, ahol mind a helyi, mind pedig a paksi fúvós zenekar együtt fog fellépni, természetesen az itt lévő harsonatáborosok néhány képviselőjével egyetemben. Hogyan lehet összefoglalni, a fellépőkön kívül hány embert mozgatott meg ez a programsorozat körülbelül? A koncertjeink azok nagyon szépen látogatottak voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres és olyan rendezvényen vagyunk túl, amely tényleg a lakosságot megmozgatta, és mindemellett a legtöbb koncert helyszínen a helyiek jelezték, hogy sok olyan arcot láttak, nem a községekből valóak. Tehát én azt gondolom, még nem számoltuk össze a pontos adatokat, hiszen még most is mennek a programok, de a koncerteken én úgy gondolom, hogy a 100 vagy a több száz ember az átlagosan mondható biztosra. A tervek szerint jövőre is találkozunk a neves fúvósokkal a városunkban. Nekünk természetesen az a célunk, hogy a fesztivál az továbbfejlődjön, és továbbra is ezek a települések újra egy kulturális idő tudjanak képezni egymás között. Természetesen egy év az nagyon hosszú idő, a Covid az megint itt van a nyakunkon, ez nehezítette az idei év szervezését is, de már most láttam, hogy a következő évben is nehezen fogjuk tudni elindítani a szervezést, de mi mindent meg fogunk érte tenni, ezt ígérjük minden érdeklődőnek, és természetesen, hogyha úgy gondolják a támogatók és a települések, hogy ez a programsorozat számukra értékes volt, és ez továbbra is jó, hogyha megrendezésre kerül, akkor mi természetesen nem leszünk a jónak elrontói, tehát mi készen állunk az újabb megvalósításra. A záró koncerten a kalocsai fúvószenekar, a Paksi Pro Artist Művészeti Iskola és a Hungarian Trumpen Camp muzsikusaival együtt fújta.
Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, kulturális magazinműsorunkkal és új témákkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!